Örüljél annak, hogyha a mis rólad beszél. Hát, bazd meg, sose leszel egy mis. Egy igazi kis senkiházi buzi vagy, egy tiszteletlen kis köcsök gyerek. Valljuk be, srácok, ha balhé van itthon, akkor azért mis neve elég gyakran előkerül. Hiszen az elmúlt években elég megosztó Insta sztorikat tett közzé, hát mondhatjuk azt is, hogy botrányosakat helyenként. Ez persze a külföldi botrányhősökhöz képest még mindig elenyésző és gyerekcipőben jár, de hát Magyarország egy kis ország, úgyhogy nekünk ez jutott, ezt kell szeretnünk. Meg egyébként szerintem szórakoztató is, amit mis csinál az Instán meg a közösségi médiában, szóval nincs ezzel igazából semmi baj. Most viszont piszkosul elővette Azariát, mert rockstárnak nevezte magát egy-két dalszövegben. Vagyis jobban mondva, inkább kigúnyolta. Mert hát nyilván Mis saját magát tartja Magyarország fő rockstárjának, és nem szereti azt, hogyha valaki a babérjeira akar törni. Én viszont úgy gondolom, hogy sem Azaria, sem pedig Mis nem rockstár, és elmondom azt is, hogy miért. Szóval a rockstár nevében benne van eleve, hogy az ember rockzenét játszik. Így tehát Mis és Azaria is maximum popstar lehet. Vagy trapstar maximum. De most komolyan ez a titulus nem elég? Miért tör bármelyikük is rockstar babérokra? Oké, Kanye West is annak nevezte magát, nyilván rockstarnak, de neki is azért itt agyilag nincsenek annyira rendben a dolgok, hogy úgy mondjam, és egyébként a Slipknot frontembere Corey Taylor ki is röhögte azért, mert rockstarnak nevezte magát, úgyhogy ez olyan, mint hogy egy vattacukor rapper ne gangsterkedjen, mert hát azt meg Snoop Dogg fogja kiröhögni. Tehát itt is vannak dimenziók. You are not, not the greatest living rockstar. De ha már nagyon kukacoskodni akarnék, akkor azt is mondhatnám, hogy Azaria egyébként zeneileg közelebb áll a rockstársághoz, mint Mish. Most nem akarok itt belemenni az élőzene versus pendrive-os hackni dolgokba, de hát nyilván azt is vehetnénk példának. De én itt most főként Azaria korábbi munkásságára és régi feldolgozásaira gondolok elsősorban. Meg hát egy rockstár azért tudjon már játszani gitáron, nem? Hát az egy rock hangszer, nem? Azi nem is hagyta magát, és vissza is szólt egy sztoriban, odapirított rendesen Mishnek. Trashnek és Pizza King Type rappernek nevezte. Pizza King Type rapper. Ezen azóta röhögök amúgy. Bár azt is elismerte, hogy trashnek tartja, de attól még szerinte autentikus, mert real. Szóval én is ezt gondolom egyébként Mishről, hogy ő nem hazudozik a követőinek, tehát ő tényleg azt mondja, ami van, ha segrészegre itta magát, akkor úgy veszi fel, tehát nem kamuzik, hogy ilyen tökéletes, meg olyan tökéletes az élete, hanem azt mutatja, ami egy rockstar élet, ugye hát, vagy rockstar, popstar élet, árny oldala. Meg hát szerintem Azi valahol tiszteli is Mish munkásságát, mert különben miért rakta volna oda az Okarinak a végére Mish egy koncert felvételét, amiben arról beszél, hogy igazából hallgassátok meg. De tényleg egy Mish idézet van oda bevágva, szóval ha valakit utálok, vagy nem ismerek el, annak nem fogom berakni a saját dalomba az idézetét. Szóval szerintem ez a realség, ami Mish megnyilvánulásait övezi, ez valahol imponál Azariának, nyilván azért is tette bele a saját trackjébe. Meg hát azt is tegyük egyébként hozzá, hogy korábban Mish is elismerte Aziék munkásságát, állítólag közös képet csináltak a benzinkútnál, de ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, nyilván az illetékesek tudnák ezt megtenni. Bár lehet, hogy most úgy ütött be Mishnél a vodka szóda, hogy ilyeneket mondatott vele, és felháborodott éppen, olyan flashben volt, hogy felháborodott Azaria dolgain. No és itt jött be a képbe GVM, aki Azaria válaszán rettenetes haragra gerjedt. A te kis szaros, most már nagyon nagy ember vagy amúgy, komolyan. Tényleg vegyél vissza az arcodból, mert ez most már nagyon gusztustalan stílus, ahogy beszélsz. Mi az, hogy Pizza King Type rappesek? Már akkor fellépni jártunk, amikor még azt se tudtad, hogy mi lesz belőled, ha nagy leszel. És ha tényleg jó lenne visszavenni a szádból, mert nagyon elhiszed magad, öcsém. Örüljél annak, hogyha a Mish rólad beszél. Hát, bazd meg, sose leszel egy Mish. Egy igazi kis senkiházi buzi vagy, egy tiszteletlen kis köcsök gyerek. Elküldte konkrétan melegebb éghajlatra Azit, heves buzizások közepette. Én azt mondom, hogy egyáltalán nem meglepő ez az Insta Story GVM részéről, hiszen a múltkori húgyos után, húgyosozásos interjú után már azért lehetett arra számítani, hogy ők hányadán is állnak Azariával jelenleg, vagy hát, hogy GVM
mit gondol Azariáról. Úgyhogy ez egyáltalán nem okozott semmiféle meglepetést, számomra legalábbis, de gondolom nektek sem. De itt most megragadnám az alkalmat arra is, hogy megkövessem magam, mert tájékozott nézőim azért felvilágosítottak, hogy Azaria elég kemény dolgokat mondott GVM-nek korábban a kulcsáredinás kapcsolatának a kapcsán, úgyhogy azért valahol megérthető GVM felháborodása is. Persze a korábbi felháborodása, a mostani hát az oké, bevédtem is, mert jó barátja, meg zenésztársa, de szerintem valakit lebuzizni Insta story-ban, meg így felháborodva elküldeni melegebb éghajlatra több százezres követő táborral, az megint csak azt tudom mondani, hogy enyhén szólva gáz. Tehát azért ilyen követő tábornál már nem engedhetsz meg bármit magadnak, ezt az utcai stílust nem hiszem, hogy százezer ember előtt, vagy több százezer ember előtt megengedheted magadnak. Tehát valahogy cizellálni kell a mondani valódat. Egy RTL klubnál se engedik meg azt, hogy a műsorvezető így vagy úgy beszéljen az emberekkel, mert több százezeren, meg több millióan nézik, úgyhogy szerintem ez egy előadónál is igaznak kéne, hogy legyen. Több embernek rossz példát mutat ezzel, mert Azaria legalább nem buzizott, meg nem káromkodott, meg nem trágárkodott. Pizza King Type rappernek nevezte, könyörgöm, hát ez hol trágá? Aztán viszont egy váratlan helyről jött az újabb pofon GVM-nek, már ha ezt mondjuk pofonnak lehet venni, Radics Peti is beszállt a csörtébe. Persze nem nevezte nevén a dolgokat, de félreérthetetlenül GVM-ről beszélt egy hosszas, hát nem is olyan hosszú, de azért velős Facebook posztban. Itt ő vattacukor gangster zenésznek nevezte GVM-et, egy olyan embernek, akinek van egy híres párja, és emiatt cikkezik róla a Blick, bármit is csináljon, mert rá vannak szállva az újságírók, de ettől függetlenül még Mucsaröcsök Basznádon koncertezik, ahová a Hype-al és a Balhékkal szerzi a közönséget. Peti kellően ironikusan áll hozzá az ügyhöz, de azt kell, hogy mondjam, egész jól átlátja ezt a jelenséget, még akkor is, hogyha azért nem teljesen úgy van, ahogy ő mondja sem. Egyébként én nagyon hasonlóan gondolkodtam erről a GVM versus Azi Balhéról korábban, és nagyjából ezeket mondtam el az előző 5 perces videómban, ami erről szólt, úgyhogy Peti egy kicsit ironikusabban fogalmazott, én picit érthetőbben próbáltam egyértelműbben és mindenféle sallangtól mentesen elmondani ezzel kapcsolatban a véleményemet, mint ahogy teszem ezt egyébként most is. Tehát nyilván ő nem szentel ennek külön videót, mert ez nem az ő műfaja. No de, itt tartunk jelenleg. GVM tízeli ezerrel az új dalait TikTokon, és sehol egy Azaria diss. Megmondom őszintén, csalódott vagyok. Mert ha valakitől, akkor GVM-től elvárnám, hogy legalább egy dalban kóstolja már be Azariát, hogyha már ennyit beszél róla, és ennyire trágár szavakkal illeti folyamatosan. Mert egy igazi rapper diszben küldi el melegebb éghajlatra az ellenlábasát. Szóval, hogyha ő tényleg legendának tartja magát, akkor egy legenda simán elküld melegebb éghajlatra egy rapdalban is egy ilyen kis zöldfülű kis húgyost. Ugye, mint ahogy Eminem tette Machine Gun Kelly-vel. Szóval én azt mondom, hogy az lenne most már az igazi, hogyha kilépnének az Insta sztorik árnyékából, és egy picit más vizekre, izgalmasabb vizekre eveznének ezzel a csörtével, ami itt kialakult közöttük 2022 nyarán. Illetve poén lenne szerintem Azitól is egy ilyen bekóstolós track, vagy egy-két sor GVM-nek címezve, ha még nincs ilyen, bár szerintem még nincs. Bár az ő image azért valljuk be sosem az volt, hogy ő egy kemény fasz a gyerek, és akkor mindenkinek beszól, meg mindenki az oda megy. Szóval az ilyen kezdeményezéseket én inkább GVM-től várnám. Mondjuk egy ilyen 1 forintot nem ért őse Vol 2, és akkor Azaria lenne a főszereplője ennek a dalnak, vagy nem tudom. De erre úgy néz ki, várhatok egy darabig, remélem, hogy nem örökké kell majd várnom. Végezetül pedig megkérdezném tőletek, hogy ti mégis mit gondoltok erről a balhéról. Amiben már azért tegyük hozzá, hogy Mis és Radics Peti is becsatlakozott, úgyhogy most már nem csak Azaria és GVM között zajlik, hanem egyre szélesedik a kör. Hova fog ez még fajulni? No, hát írjátok meg a jóslataitokat, meg a véleményeteket mind a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen csapj egy lájkot, és iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem. Instán és Facebookon még mindig tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg!